Hogyan nyissunk az interneten számlát a kereskedéshez? Ehhez először is egy brókert kell választanunk. Az fxstreet.com oldalon sok segítséget fogunk ehhez kapni. Érdemes itt körülnézni. Érdemes fórumokon tudakozódnunk másoktól. Vagy megnézhetünk egy kitűnő broker összehasonlító táblát is az fxstreet.com oldalon, ahogy itt látható. Keressünk rá Google-el az általunk választott brokerrel. Például én Oandát választottam, a keresőbe beszoktam írni azt, hogy scam, csalás, vagy az angol review, ismertető szavakat. A forexpeacearmy.com oldalon is kitűnő broker áttekintést kaphatunk. Érdemes olyan brókert választani, amely jó értékelést kapott. Ezt csillagok jelzik. Ami még fontosabb azonban, hogy hányan írtak ismertetőt, a látható számok képen. Ne válasszunk olyan brókert, amelyről csak kevesen írtak, mert az ilyen csak kicsi és bármikor el is tűnhet, akár a pénzünkkel együtt is. Klikkeljünk rá a review linkre, ez sorba rendezi őket. Én a lista elejéről az Oandát fogom választani, és ezekhez készültek az oktatóanyagok. Sokat tanulhatunk a review-k, azaz ismertetők olvasásából ezen a weboldalon. Azért emlékezzünk arra, hogy vannak nagyon buta emberek, akik saját tudatlanságukat, bénaságukat és a hülyeségüket is ráfogják a brókerre. Az ilyen emberek nem igazán tanultak meg kereskedni helyesen, és a veszteségeikért mást vádolnak, ahelyett, hogy magukba néznének. Illetve a broker cégek gyakran alkalmaznak embert arra, hogy más cégekről negatívan írjanak, és saját magukról pedig pozitívan. Az Oandán bemutatom, mennyire egyszerű internetes számlát nyitnunk. A képen látható linkkel nyithatunk valós, pénzes számlát. Ezt most nem javaslom. A Forexban az az egyik legjobb, hogy a demo, azaz játékpénzszámla is nagyon megközelíti a valóságos kereskedést. A második gomba klikkelve ilyen számlát nyithatunk. A megjelenő kérdőívet értelemszerűen töltsük ki. Keresztnév, családnév, e-mail cím, aztán e-mail cím még egyszer, választanunk kell egy user nevet, felhasználói nevet, ami még biztos nem létezik, én számokat írok a végére, hogy ne létezzen, így biztos egyedi lesz, majd jelszó, majd még egyszer a jelszó. Piros jelzi a hibákat. Számla EUR számlát választunk, és a jelszónak 8 betűsnek kell lennie. Ezzel kész a regisztráció, és itt látható, hogy thank you, köszönjük, hogy az Oandát választotta. És küldtek nekünk egy e-mailt,
a megadott e-mail címünkre. Menjünk az e-mail fiókunkhoz, és meg is érkezett a levél, hogy János Kovács 42 néven sikerült nyitnunk egy számlát, az aktiváláshoz a linkre kell klikkelnünk, ráklikkelünk, majd itt még egyszer beírjuk a usernevet és a jelszót. Majd közli a Zoanda, hogy köszönjük, hogy a Zoandát választotta. Ezzel kész is a regisztrációnk. Hogyan lépjünk be? Beírjuk, hogy fxtrade.oanda.com, rá kell klikkelnünk az account login linkre, jobb oldalt látható. Ezen az oldalon beírjuk a usernevünket, majd a jelszót, és most fontos, válasszuk azt, hogy FX GAME. Az első pont az igazi pénzzel való kereskedéshez való, de mi FX GAME számlát nyitottunk, ez a játékpénzre vonatkozó számla. A login gomb megnyomása után meg is jelenik a Zoanda kereskedési ablak. Az első dolog, amit észre kell vennünk, hogy ez egy eurós számla. Jelenleg 100 000 euró van a számlánkon, játékpénzben persze. A legtöbb embernek ez túl sok, ezért írjuk ezt át. A látható menüponttal tehetjük meg. A legtöbb ember olyan 1000 euróval fog számlát nyitni, így válasszuk ezt. Majd klikkeljük be ezt a kis dobozt, és küldjük el az oldalt. Majd zárjuk be a megjelenő ablakot, majd látjuk, hogy a 100 000 1000-re vált. Én szeretem eltakarni azokat a valutákat, amikről még nem tanultunk, mert megijeszti a tanulókat a túl sok lehetőség. Ezt a videón látható módon tehetem meg. Egyszerűen leveszem az összes valutát a gombbal, majd visszaadom azokat, amikre szükség van. Ez a három elég is. A save mentés után látható, hogy a képernyőn már csak három valutapár látszik. Ott bal oldalt. A változtatásainkat minden esetben mentsük el, ezt a Tools pont alatt a save current profile ponttal tehetjük meg, egyszerűen válasszuk ki, és elmentődnek a változtatásaink. Gratulálok! Ezzel kész is a Zoanda demo számla. Élő, azaz igazi pénzszámlát is könnyű nyitni. Ehhez az igazolványaink másolatát is el kell majd küldenünk a választott brokerünkhöz, de nem is ez a lényeg. Élő számlát csak akkor nyissunk, ha már sokat tudunk a kereskedésről, mert könnyű vént feszíteni, ha nem tudjuk, hogy mit csinálunk.